tervpályázati eljárás során a pályaművek előkészítőinek feladata volt az új futópálya és gurulóút rendszerre vonatkozó javaslatok megfogalmazása, az új utasforgalmi terminál és környezetének kialakítása, valamint egy kisgépes zóna kialakítása, erre vonatkozó építészeti és repülőtér üzemeltetési közlekedési rendszereknek a rendszerekre vonatkozó javaslattétel. A pályázatra, ahogy említettem, 7 javaslat, 7 pályamű érkezett be. A fejlesztés, ahogy említettem, irányt fog szabni a jövőbeni fejlődési folyamatoknak. Tudni kell, hogy folyamatban van a magyar állam, a magyar kormány és Debrecen önkormányzata között egy tárgyalás arra vonatkozóan, hogy a magyar állam belép tulajdonosként a Debreceni Nemzetközi Repülőteret üzemeltető gazdasági társaságba. Januárban tervezem majd a közgyűlés elé terjeszteni azt a javaslatot, amely ennek a paramétereit, ennek a feltételrendszerét megfogalmazza. Ezt azzal az ambícióval, azzal a jövőbeni elköteleződéssel tesszük, vagy jövőre vonatkozó elköteleződéssel tesszük, amely azt mutatja, hogy a magyar kormány elkötelezett a Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése mellett. A menetrendünk szerint 2022-ben, amennyiben a Debrecen 2030 városfejlesztési, városstratégiai program és a kormánnyal kötött megállapodásunk ezt lehetővé teszi, szeretnénk a továbbtervezési folyamatot elindítani, és hogyha elkészültek a tervek mind a közlekedési rendszerekre, mind a terminál épületre, akkor utána lehet szó egy megfelelő ütemezésben a repülőtér infrastruktúrális fejlesztésére. A terminál épület vonatkozásában legalább egy 3 milliós éves utasforgalmat lebonyolítani és kiszolgálni képes terminál épületet szeretnénk létrehozni. A kisgépes zóna tekintetében arra számítunk, hogy ez a jövőben szintén fog erősödni, és hát a kifutópálya rendszer tekintetében egy új kifutópályát szükséges valamelyes meghosszabbítva építeni. A mostani 80 méter széles használaton kívüli pálya elbontása mellett. Két nemzetközi jelentőségű repülőtér lesz, vagy van, ez Ferihegy és Debrecen, és van az összes több, ami szintén fontos és jelentős, más feladatokat lát el, más szempontból kell rájuk figyelni, és ezzel tulajdonképpen az valósul meg, hogy a magyar kormány is elismeri, hogy a debreceni repülőtér az kiemelkedő jelentőségű. Nem csak értelemszerűen Magyarországon, hiszen Magyarországon a belső légiközlekedés az inkább kisgépes és egyéb kiegészítő repülésekre vonatkozik, hanem nemzetközi szempontból, regionális szempontból. Ez az a döntés is megszületett, hogy a magyar kormány a szükséges lépéseket megteszi ahhoz, hogy egyébként mind a két repülőtér az magyar tulajdonba kerüljön, illetőleg kormánytulajdonba. Az ezzel kapcsolatos jogi lépéseket is a megfelelő ütemezéssel a kormány megteszi. Ezt van szerencsém közvetlen közelről nyomon követni, mert az általam vezetett parlamenti bizottság adja meg azokat a közbeszerzési mentesítéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy akár a Ferihegyet, akár a Debrecent annak az üzemeltetésébe az állam be tudjon szállni. Mind a két döntés megszületett, tehát hogy az állam megkívánja venni a debreceni repülő üzemeltetésének a létszét bonyolító Kft. Nagyobbik részét, illetőleg Ferihegy be is beszeretne vásárolni. Itt ugye polgármester mondta, ha persze az önkormányzat eladja. Tehát ahhoz meg kell születni a megfelelő döntésnek, mert a tulajdonosi jog gyakorlója kell, hogy erről végső soron döntsön, majd januárban a közgyűlés ezt eldönti. Minden esetre az egész fejlesztésnél az állam megelőlegezte azt, hogy a debreceni önkormányzat pozitív döntést fog hozni, és ez azt is jelenti, hogy az állam ebbe a fejlesztési programban be fog szállni. Az alapvető koncepció egy nagyon egyszerűen működtethető és hatékony épület volt, ami ugyanakkor szimbolizálja a repülés, a tömegközlekedésnek, ennek a formájának a dinamizmusát, ezért az egész épületnek a formavilágát egy picit a gyerekkorunkból ismert, hajtogatott módszerrel készült repülő
analógiájára készítettük el, és így próbáltunk egy nagyon dinamikus, nagyon egyedi megjelenési épületet csinálni, ami egyébként használhatóság szempontjából pedig teljesen egyszerű és jól kezelhető. A fenntarthatóság egy alapvető szempont, tehát igyekeztünk alternatív épületgépészeti megoldásokat bevezetni, olyan jellegű épületszerkezeteket betervezni, ami a esti hűvös levegőt begyűjtve a benti szerkezeteket lehűti, és ezáltal puffer időszakot tud nyerni az épületgépészet számára. Ugye ez az épületgépészeti oldala a hatékonyságnak, a másik hatékonyság pedig az üzemeltetési hatékonyság, itt pedig nagyon egyszerű és gyors kapcsolati lehetőségeket hoztunk létre az egyes funkcionális egységek között.